Csali, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és ma is kertészeti videó, mivel hogy éppen így meló közben. És csak egyetlen egy kis trükköt szeretnék megmutatni, hogy én hogy csinálom ezt. A fóliának a kiukasztásáról van szó igazándiból. Na most azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy árulnak alapjáraton olyan fóliákat, amiken már kiszabott lyukak vannak. Különböző távolságban lehet rendelni, tehát van olyan, ami 30 centinként van, vannak a lyukak, és a fólia vastagságán belül két oldalon, van, amin három, van, amin öt lyuk van, stb. És különböző, a lyukaknak a mérete is ugye különböző. Nos, amit így a paradicsomhoz használunk, éppen itt vagyok a paradicsomházban, mondjuk a palántákat is. A palántákat nem mi neveltük fel, azokat mindig vesszük, mivel hogy felnevelhetnénk, de mivel hogy ugye oltva vannak, így aztán ja, azt is régebben csináltuk, de olcsóbb, meg úgy önmagában időben is sokkal jobban járunk, ha megvesszük. Na mindegy. Tehát itt vagyok a paradicsomházban, a paradicsomokat fogom elültetni, és itt igazándiból én 40 centis 40 centinként ültetem őket. És hogy hogyan is csinálom, van itt nálam egy darab bot, és ennek a végére egy kést erősítettem, ami nagyon éles. Azt már tudhatjátok ugye, hogy a zsíros ezt tud élezni. Tehát egy szépen kiélezett késről van szó. És jó, csak így sétálva, most itt nekem az a szerencsém igazándiból, hogy van egy jelölés a fólián, amit mindjárt megmutatok. És pont a jelölések kezdeténél, a következő kezdeténél pont 40 centi, úgyhogy vannak különböző fóliák, ezt pont ezért veszem, mivel hogy ez így nekem nagyon-nagyon könnyű. Nos, ha nem lenne, akkor hogy mit tennék régen? Volt már olyan fóliám is egyébként, olyankor viszont ide felülre egy így keresztbe egy lécet erősítek, ami 40 centi hosszúnál ugye levágok, és így automatikusan, tehát, vagyis hát erre az oldalra, tehát arra fele haladok, erre az oldalra, és ahol kivágtam, a következőnél a lécnek a végét odarakva már látom is, hogy hol kell a következőt vágni, tehát egy ilyen kis sávtartó, hogy úgy mondjam. Na, megfordítom a kamerát, először megmutatom, aztán elmondom, hogy miért jobb ez, mint amit úgy önmagában árulnak, stb. Tehát itt vannak ugye a palánták végig sorakoztatva egészen odáig. És itt már el is kezdtem kivagdosni, amint láthatjátok. Itt van ez a jelölés, ez a cégnek a neve van igazándiból ráírva. És amint láthatjátok, tehát itt a kezdeténél vágok egyet, és itt a következő kezdeténél még egyet. És tehát így nekem nagyon könnyű, ez pont 40 centinként van. És hogy miért jó ez, na most árulnak olyanokat is, valaki átküldte nekem egyébként Instagramon, privátba is egy olyat, ami alapjáraton kerek, fölülről egy gázmelegítővel melegíti fel azt a csövet, és hát csak hozzá érintve ugye csinál egy lyukat. Na, beszéljünk arról, meg beszéljünk erről. Nos, beszéljünk először is erről. Ennek az előnye az, hogy nem lyuk van rajta, hanem beültetem ide a palántát, és ez nagyjából visszahajlik. Nem hajlik vissza tökéletesen, de ja, úgy nagyjából. Ez azért jó, mivel hogy tartja a vizet. Minél jobban ki van nyitva, annál jobban, annál hamarabb kiszárad, ami igazándiból nem jó. Tehát, ha lehetséges lenne, nagyon-nagyon, hogyha ilyen hobbi szinten készíteném például, és ültetnék 10 palántát, én megtenném azt, hogy komolyan, hogy visszaragasztanám itt, hogy azért úgy a víz be tudjon, tehát így választanám el. Tehát itt egy picit, mondom, lenyomnám, itt össze-vissza ragasztanám, tehát itt vissza-vissza, és innen a víz be tud ugye jutni, vagy pedig egy alsó, az egyszerűbb lenne, egy alsó csöves vízvezetékkel ugye, amit én már nem használok, régebben használtam, de az is sokba kerül. A zsíros próbál mindig spórolni, úgyhogy így egy kicsit extra meló, hogy végigjárni ugye a vízzel és egyenként adagolni nekik, de ez nekem így oké. Tehát ennek ez az előnye, hogy visszacsukódik és tartja a vizet, a másiknál ugye nem, és pluszba kell egy gáz is. Megmutatom, hogy mennyire gyors egyébként, tehát, és a gázosnál ugye csak használod a gázt. Tehát
Alapjáraton nem jó. Egyelőre még most kezdtem el, úgyhogy itt vagyok. Na, és hogy miért vágom itt a szélén, tehát nem a közepén, itt két sor lesz a másik oldalon is. Egyet akkor már itt kivágok. És tehát, hogy egy picit legyen hely a közötte, tehát itt lesz egy úgymond egy sáv, ahol a levegő, mindig az a lényeg, hogy a levegő tudjon járni mindenhol. Ezért takarítjuk az alsó leveleket is. Tehát itt van, és ennyire egyszerű. Bum, bum. És így szépen haladok. És miután kivágtam az összeset, utána elültetem. Egyelőre így csinálom, így az egyszerűbb nekem, és a másik oldalon visszafele jövet is kifele fogom vágni. Megtehetném azt, hogy innen kivágnám, de ez így nekem sokkal gyorsabb és egyszerűbb. És nem igazán hinném, hogy ez lassabb lenne, mint a gázos melegítős dolog. Én szerintem ez úgy egészen kosher. Így. Na itt van, egyet el is ültettem, hogy lássátok is, miről van szó, ne csak mondjam. Tehát így nagyjából ennyi hézag lesz, ez pont elég egyébként arra, hogy bejusson a víz. És ja, így fognak kinézni. És így nagyjából, tehát így nagyjából visszacsukódik egy lyuk, ami már úgy ki van vágva a lapjáraton. Ez az egyik előnye, a másik pedig az, hogy a lyukas dolognál ugye ott ez a rész megmarad. Azt vagy fel kell szedegetni utána, vagy így beleakad ugye abba a csőbe, stb. Ja, nem igazán hinném, hogy egy előnyös dolog lenne. Tehát dupla munka, hogyha van olyan, aminél tehát így két fél kör van, és itt ez a részét ugye nem vágja el, belenyomod, és ott marad igazándiból a lyuk, amit utána egy ilyen tűzőkével végig kell járnod, tehát kétszer dolgozol igazándiból, nem igazán hinném, hogy előnyös lenne. És annak ellenére, hogy igen, hogy például a szabadban, itt ben vagyunk a melegházban, itt ilyen probléma nincs, de kint a szabadban ugye bele tud kapni a szél ebbe elméletileg. Megmondom őszintén, hogy ebbe is ugyanúgy bele tud kapni a szél, tehát hogyha szabadban csinálom, akkor én általában úgy szoktam, hogy innen a széléről, itt most csak itt van föld, de innen a széléről betakarom így az egészet, tehát hogy ne legyen hely, ahova be tudjon jutni a szél. Olyankor egy picit egyébként feljebb szoktam ültetni, most így pontosan hát egy nagyon picit nyomom le, hogy a víz egy picit meg tudjon itt állni körülötte, tehát ez is fontos. Semmiképpen ne ültessétek feljebb, mint a föld szint, ami van, mindenképpen lejjebb, de viszont ne a tövét ültessétek le, nem az a fontos, hanem az egészet, tehát így, ahogy kijön a cserépből, az egészet nyomjátok le gyökerestől, mindenestől. Tehát én ások egy ilyen kis gödröt az egyik kezemben, most nem tudom megmutatni, mert itt a kamera a kezemben az egyikbe. Tehát az egyikkel ások egy gödröt, miközben a másikkal belepottyantom, és vissza rá, és lenyomom. És akkor kap egy ilyen, hát egy nagyon-nagyon pici kis árkot, amivel a víz meg tud állni igazándiból, mert amikor locsolsz, akkor olyan sebességgel a föld nem tudja felszívni a vizet, ezért érdemes, hogyha van egy kis árok, amiből szépen felszívja. Ja, kell neki egy pár perc. Nagyjából szerintem ennyi, így a lyukacsozásnál igazából, tehát semmi más nem kell hozzá, egy kés, és hogyha piciben csináljátok, akkor fel se kell erősíteni igazán, de ez csak azért van, mert itt el fogunk ültetni több százat, nagyjából 600-at, úgyhogy a derekamat kíméljem, ezért tettem így botra, hogy sétálva ki tudjam vagdosni. Ha lenne 20-30 palánta, akkor csak így szépen guggolva az ember kézzel kivagdossa, és nagyjából annyi. Tehát egyszerű, és bezsírozva nagyszerű, vagy valami ilyesmi. Na, ha van valami kérdésetek, a fólia, hogy miért jó, stb. Erről már egy külön videóban beszéltem, ne kérdezzétek rá, keresétek inkább vissza azt a videót. És szerintem így a lyukazásról, így a vagdosásról nagyjából szerintem ennyi. Meg az ültetésről is nagyjából ennyi. És még visszatérnék egy picit erről, és nagyon sokszor beszéltem már, de nagyon nyomósan hangsúlyoznom kell, hogy a locsolás, főként amikor elültetitek, tehát amikor még a gyökerek nem kapaszkodtak bele ugye a földbe, nagyon fontos. Tehát napi szinten ez olyan, mint egy gyereket nevelni, komolyan mondom. Tehát igen.
foglalkozni kell vele. Tehát reggel este, ha nem tudsz ránézni a növényekre, akkor az úgy nem fog menni. Tehát nagyon sokan azt hiszik, hogy csak úgy elültettem, aztán majd leszedem. Ennyi a zöldségtermesztés. Ez nagyon nem így van. Tehát gondozást igényelnek, elég sok gondozást igényelnek, és rengeteg dolog közbeszólhat, rengeteg dologra oda kell figyelni, nagyon sok dolgon tudsz változtatni, vagy segíteni, vannak olyan dolgok, amiken nem, például ott van ugye a másik melegházunk, szarrá, ezt most így kiszerettem volna menni, mondani, szarrá ment a tető szerkezet, az egész. Ilyenkor viszont nem nagyon tudsz mit csinálni, tehát vannak ilyen jellegű dolgok is. Aztán télen ugye van olyan, hogy olyan hó esik, hogy egyszerűen itt van mögöttem pont a fűtőszerkezet, maxra nyomom, csumára nyomom, ami ugye alapjáraton itt szerintem be tudna melegíteni, nem szoktam kísérletezni vele, de szerintem egy olyan jó 30 fokig fel tudná vinni. Max csumára nyomom, és úgy is 15-ig köhögve. Tehát ilyen jelenségek vannak, és ilyen be akar rogyni itt is, ugye a nehéz, a hó ugye nehéz, így be akar szakadni, meg ilyenek. Ki szoktam kicsit olyankor nyitni a függönyt, hogy legalább azzal melegítsem, hogy olvasszam le, stb. De, ja, tehát ilyen természeti csapások ellen sokat nem lehet tenni. Előtte ugye lehet gondolkodni, hogy akkor így készítse az ember a házat, ez nem történt meg, úgyhogy így jártunk, és nagyjából ennyi. Hát köszönöm, ha van valami kérdés, még akkor bátran a kommentekbe tegyétek fel, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Sziasztok!